Barina Balázs örömmel fogadta a vízitúrapont megalakulását, aminek köszönhetően még több emberrel megismertethetik a vízisportokat, és népszerűsítik az evezést. A Magyar Kajakkenu Szövetség úgy gondolta, hogy a klubunk működését is, mint az országos távlatokban is igyekszik megtámogatni azáltal, hogy a versenysport láb mellé igyekszik egy szabadidősport lábat is kialakítani. Ez mind az egyesületeknek, mind pedig a kajakkenu sportnak nagyon jó tudna lenni. Egyrészt nagyobb létszámot tudnánk megmozgatni, másrészt pedig egy bevételi forrás, plusz forrás is tudna biztosítani a kajakkenu egyesületeinek is a szövetség. A meglévő épületekhez csatoltak új részeket, valamint a régiek felújítására is sor került. A jelenleg meglévő épületeink egy része már jóval korábban megépült, van saját konditermünk, tornatermünk, külön öltözőink, valamint egy rendes vizes blokkunk, ami most újonnan megépült, az pedig két külön öltözőrész, egy férfi-női öltöző, külön WC-vel, tusolóval, nagyon kulturált létesítményeink vannak. Ezen kívül van egy fedett hajótároló részünk, ami lehetőséget biztosít nem csak a saját hajóink tárolására, hanem amennyiben erre igény alakulnak ki, vagy ilyen mutatkozna, esetleg szabadidős sportolók hajóit is tudnánk itt tárolni. Ezen felül még a létesítményben található egy kicsike kis iroda és egy tároló is. Ezen a nyáron még csak egy kisebb szeletét lehet igénybe venni a szolgáltatásoknak, de a következő szezonra már teljes erőbedobással készülnek. A versenyévad közepén járunk, és a létesítmény átadása is június hónapban történt meg. Ugye a Magyar Kajakkenu Szövetség részéről is voltak itt lent, propagandaanyagokat készíteni, felvételeket, fényképanyagot és egy különben mutatkozó videót is felvettek velünk. Szupozni lehet nálunk jelenleg, kaptunk 6 darab szup 1-est, valamint 3 darab túra kajakot és 3 darab tengeri kajakot, ezeket lehet így egyénileg bérelni nálunk jelenleg. Szervezett programjaink azok ősztől várhatóak, a nyitott kajakházak program kapcsán lesz egy bemutatkozónk, amikor bárki nyugodtan lejöhet hozzánk, lehozhatja gyermekeit is, vagy csak szülők, vagy párok is lejöhetnek hozzánk teljesen nyugodtan megnézni, hogy milyen létesítményeink vannak, és meg lehet próbálni majd a sporteszközeinket. A Kajakkenu Szövetség fejlesztett egy foglalási platformot, és egy letölthető applikáció is tervben van. Amíg ez elkészül, telefonon és közösségi oldalakon lehet elérni a vízitúrapontot.